ugye az sem változott azóta a magyar emberekkel kapcsolatban, hogy ugyanúgy egyik rendszerben ugyanúgy alkalmazkodnak a fennálló rendszerhez, képesek is hinni benne, mint az utána következő, amely esetleg homlok egyenest az ellenkezőjét állítja, és az ellenkező értékekben hisz. Úgyhogy... Igen, én ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy a főszereplő, aki 19-től kezdve kommunistának mondja magát, és ő minden rendszerben kommunista maradt, tehát ő nem változik, hanem körülötte az ország, meg a világ, meg az emberek változnak, ő ugyanazokat az értékeket viszi tovább, csak ugye a sors fintora, vagy a történelem fintora az, hogy eltelik 10 év, vagy 15 év, vagy 20 év, és már amit régen ugye X elvető vallott kommunistaként, az már ebben az új rendszerben már egy bő, és ezért őt kipellengérezik. Aztán jön egy olyan időszak, amikor megint sik, vagy megint pozitív kommunistának lenni, akkor ő megint fölemelkedik. Tehát, hogy a történelem vihara össze-vissza dobálja ezt a szereplőt, holott ő maga értékeit, meg emberi tulajdonságait tekintve nem változik. Nem változik, viszont azért kistiklikre ugyanúgy minden rendszerben hajlamos, például amikor a prónai különítményben egy kicsit szélsőjobbosnak kell elcáznia magát, akkor nem gyilkol ugyan, de az akasztófát segít összeácsolni, vagy amikor ki kell menekíteni bizonyos kincseket bizonyos helyre, akkor azért kettő brost eltesz szeretőjének. Tehát valamennyire tisztességes marad, elfű marad, az mindenképpen igaz, viszont azért a kiskapukat kinyitogatja. Hát ugye rossz nyelvek szerint ilyen a magyar ember. Igen. Mindig megtalálja a kiskapukat, meg az ügyeskedést, úgyhogy ebben is nagyon jól meglátszik, hogy egy nagyon amellett személyes történet egy emberről szól, gyakorlatilag mindannyiunkról szól, akik ebben az országban éltünk, élünk, és majd fogunk is élni valamikor.